Köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit, Önök a Mecénás című kulturális magazinunkat látják. Tartsanak velünk ma este is! Sárospatakon az elmúlt hetekben számtalan kiállítás közül válogathattak az érdeklődők. Több ezek közül még most is látható. Lesz Pál nagybányai kortárs festőművész alkotásai az Újbástya rendezvénycentrumban kaptak helyet. A nemesítés ebben az esetben más értelmet kapott. A klasszikus nagybányai piktúrán nevelkedett kortárs festőművész Lesz Pál civil szakmáját tekintve bányászati topográfus. A település környéki kitermeléseken dolgozott. Képzőművészet iránti szeretete eredményeként először 1976-ban állította ki alkotásait. Kerámia, ötvös munkák és természetesen a Nagybányai Egyetem képzőművészeti szaka fémjelzi pályafutását. Nagyon rossz jegyeim voltak rajzból, mikor gyerek voltam, és édesapám híres asztalos volt, és restaurált bútrokat, meg ilyen, és nem nagyon törődött ő vele, mit csinálok az iskolába, és egyszer megkérdezte, te fiú, te nem tudsz rajzolni, elrontod a jegyeidet, mondta a tanítónőni. Hát mondom, engem nem nagyon érdekelt ez. Azt mondja, hogy ha lerajzolod köpcöskét, ez volt egy ilyen gyerekfüzet rajzokkal, akkor kapsz egy lejt. És ő dolgozott a műhelyébe, én lerajzoltam, megfogta, felemelte így, az ablakhoz tette, és nézte, hogyha lemásoltam-e, vagy rajzoltam. Látta, hogy nagyobb, és azt mondta, na még csinálj egyet, és még kapsz egy lejt. És így indult be az egész rajz. És nagyon ment nekem. És akkor ötödikbe beiratkoztam a művészetre, Bertalannal, Kovács Bertalannal, együtt voltunk, szóval egy évvel nagyobb volt. A Dudás Gyula tanárom volt annak idején. Ott voltam 4 évig. Mikor a középiskolába felvételiztem a művészetre, 10-esen volt, 3-4-en voltunk 10-esen. De mivel hogy olyan jó eredményei voltak a sportban, a sportiskola igazgatója eljött, és azt mondta, eljött a szüleimhez, és azt mondta, oda nem fog bejutni. És úgy is lett, nem jutottam be, mert elvágtak számtamból. Nem voltam én álszámtamban, de emlékszek, hogy oldottam a példát, és a számtan tanár azt mondta, elég. És kész, hát akkor nem, a szülők nem jártak a gyerekek után, mint most, úgy maradt. És akkor a sportiskolába kerültem, ott voltam 4 évig. Benne voltam a nemzeti válogatottba is, második, harmadik helyen volt az országban. De azt elmondom, mert ez nagyon érdekes, hogy sportból 7-esen volt. És rajzból szintén 7-esen volt. Pedig volt... Kaptam egy nemzeti, nyertem egy nemzeti versenyt kerámiából, és egy nemzetközi táborba is meg voltam hívva, és mégis 7-esen volt rajzból. Ezt én nem is nagyon vettem észre, csak most időskoromban, mikor felvételiztem, és Berci tanárom lett. És akkor láttam, hogy milyen érdekes. És ez volt így nagyjából. Utána ezt elkerültem egy bányavállalathoz. És ott voltam 24 évig, és már 21 éve nyugdíjas vagyok. De a művészetet azt nem hagytam el soha. Kerámia, ötvös munka, mindent csináltam. És a végén ez volt a csúcs, a szansz, hogy megjelent ez a Nagybányai Egyetem, megnyitották a Nagybányán az egyetemet. És nem kellett elmenni Kolozsvára, és akkor beiratkoztam, és elvégeztem azt is. És így megvalósult az az álmom, ami nagyon hosszú ideig, nem is tudom hány évig, a harmadik koros óta egészen, nem tudom, 67 évig, 67 vagyok most, igaz. Na, de sikerült. 10 éve benne vagyok ebbe a nagy unióba, a román unióba. És benne vagyok még a vezetőségben is a Nagybányán. Még. A kiállítás központi témája a nemesítés volt. Ez egyben emlékállítás is, mondta a képzőművész. Olyan fiatal vagyok, hogy állandóan keresek mindent. Nem állok meg egy helybe.
A pasztelt azt nagyon szeretem, de az, ez ilyen spontán dolog, ezt ilyen hirtelen kell csinálni, itt nem lehet, szóval lehet azt is. De a legjobb ez a spontán, ilyen, tudod, hogy hova kell tegyed azt a foltot, vagy azt a vonalat. És akkor kihasználom a sötét papírt, mert ez mind sötét papíron van, és olyan kényelmes ember is vagyok ebbe, és akkor az úgy van, hogy egy-két vonal itt, ott, semmi, és van, nagyon van, meg is van. De azt ott kell tudni, hogy hova teszed azt a foltot és azt a vonalat, hogy és kihasználom ezt a papírnak ezt a sötét színét. Ez a nemesítés, ez egy ilyen különleges dolog volt, mert így eszembe jutott ez, hogy én nagyon sokat járok Szabospart össze-vissza horgászni, meg és mindig el voltak dobva ezek a kosarak. És akkor ezeket így kivasaltam szépen, és mondom, ezeket nemesítem egy kicsit, nemes fémekkel, mert ahol én dolgoztam, az ilyen fémeket hozták. Ezt bányászák, igaz, és abból volt elég nagy bányán van most is. És ezeket a kosarakat egy ilyen sötétkék alapra tettem, mert a sárga rész, meg a réz, meg az arany, mindig a sötét kéken van, még az egyiptomi szobrokon is az adja neki azt a nemes hatását. És egyúttal ezzel a dologgal, ezzel a nemesítéssel mindig arra gondoltam, hogy az a ismeretlen népművész vagy mester, aki azt a kosarat csinálta, és azt az emberek kihasználták addig, ameddig szemétbe került, mondom, hát a művésznek az a dolga, hogy nemesítsen, és akkor azt én nemesítettem, és visszakerült a falra. És akkor ez egy olyan, hogy mondják, egy olyan gondolat vissza ahhoz a mesterhez, aki kezdte. És az ő munkája, miután már a szemétbe is került, végül csak a falra került, és ott van. Sárospataki és Nagybánya közös kapcsolatának köszönhetően több határon túli alkotóval, munkásságával is megismerkedhettek az érdeklődők. Most 4 éve volt egy ilyen vándorkiállításunk, és ugyanebben a teremben volt, de akkor közös kiállítás volt. Hát én remélem, hogy ez a kapcsolat marad tovább, és folytatjuk ezt a dolgot, amit jól beindult már annak idején. Az a vándorkiállítás az 2 évig ment, és örvendek, hogy Bordás eljött, pont ez a pasztelkiállításon volt akkor, eljött és mondta, hogy lesz ez az új projekt, hogy 6 ilyen kiállítást akar egyszerre, ilyen saját kiállítást. És összejött, és nagyon szép lett, és örvendek neki, és köszönjük mindenkinek, aki ezt szervezte, és remélem, hogy a kapcsolat tart tovább. Akik esetleg még nem látták Lespál képeit, azok szeptember 30-áig még megtekinthetik a Sárospataki Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállító termében. Fényképek, korabeli újságok és tárgyi emlékek meséltek annak a kiállításnak a keretében, ami a Szent Korona történetét dolgozta fel. 1953-tól 1978-ig az Amerikai Egyesült Államokban őrizték a Fort Knox katonai bázison. Főként ezekről az időkről mesélt újdonságokat a Magyar Koronaőrök Egyesülete elnöke Vott Imre Sárospataki kiállítás megnyitó alkalmával. A Magyar Szent Korona a magyar államiság egyik jelképe, amely legalább a 12. századtól végig kísérte hazánk történelmét. Éppen ezért sok viszontagságon esett keresztül, amíg végül a politikai enyhülés idején 1978. január 5-én Jimmy Carter elnöksége alatt a Magyar Szent Korona a koronázási jelvényekkel együtt ismét hazai földre kerülhetett. Az amerikai őrzés részleteiről számolt be többségében a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke Vott Imre, mert mint elmondta, egy újonnan megjelent könyvnek köszönhetően számos érdekesség derült ki az őrzés és a tárolás, valamint a visszaadás kapcsán. Szent Koronán fellelhető sérülések tömkelege azért mutatja, hogy hányattatott sorsa volt. Sérthetetlenséget annyiból, ha így fogalmazzuk, tudnék mondani, hogy mindenki, tehát aki
aki nem szerette, az is tudta, hogy milyen fontos, meg aki szerette, az azért védte annyira, mert hogy tudta, hogy milyen fontos, mint ahogy az előbb említettem itt az előadásban, jogforrásként tekintett rá a magyar nép, és ezért mindenkinek fontos volt. Anekdótaként egyébként el tudom mondani, hogy Kárpátalján voltam egy küldöttséggel valamikor, és az ottani püspök olyan mély magyar történelmet mesélt el nekem, hogy rettegtem, hogy nehogy visszakérdezzen. Tehát olyan mélységében ismerik a körülöttünk élő népek, mint, ahogy szoktam mondani, az ellenségeink sokkal jobban tudják, hogy mit jelent a Szent Korona, mit jelent a Szent Korona története, mint mi, mert mi benne élünk, nem becsüljük annyira, mert valamiért természetesnek tartjuk, főleg most már, hogy itthon van, holott azt hiszem az előadásban egy kicsit rávilágítottam, hogy nem feltétlenül, és nem volt ez annyira természetes, hogy hazakerült. Hát az idősek alapvetően ugye koruknál fogva kapcsolódtak a Szent Koronához. Szerintem ez értelemszerű, mármint az, hogy nem tudnak róla, és főleg a fiatalabbak, hiszen 40 év kiesett, sőt, 66 év kiesett a Szent Korona történetéből. Egy ideig azt se tudták, tehát a hivatalos magyar kormányok se tudták, hogy hol van egyáltalán, csak feltételezések voltak, és valamikor a 70-76 környékén kaptak először biztos információt, hogy az Egyesült Államokban van, és onnan kezdődött. Igen ám, de amikor elkezdték visszakérni, és ez reális közelségbe került, megrémültek a hatalmától. Tehát akkor, amikor hazaérkezett 76-ban, egy külön párthatározatot bocsátott ki a központi bizottság, hogy ne toduljanak az emberek a Szent Koronához, mert hát mégiscsak szocializmus van. Másnap hatos sorokban kígyózóan körbevette a Nemzeti Múzeumot a sor, és aztán 5 éven keresztül órákat kellett sorbálni ahhoz, mert mindenki, aki elment, az megérezte a történelem közelségét, és akinek nagyon nagy szerencséje volt, és az elsők között láthatta, akkor még nem volt tárló. Egyszerűen csak ki volt állítva egy terembe, a Goblen terembe, hogyha jól emlékszem, és érintő távolságban volt. Ezt már azóta senki, csak a koronaőrök tudják megtenni, tehát senki így nem találkozott vele, és igenis a magyar történelmet testközelből érezhette meg. És nagyon jó információkat kaptunk, mert homályos holtok voltak benne, és ugye az Egyesült Államokban, amikor még létező szocializmus volt, akkor nem lehetett kutakodni. Most se lehet, érdekes módon titkosították ezeket az anyagokat, és most próbálunk egy kicsit mozgolódni, hogy hát most már nincs semmiféle, tehát nincs két rendszer, virágrendszer ebből a szempontból, hogy engedjék meg, hogy kutassunk. De ez az említett könyv, a Szent Korona amerikai kalandjai nagyon részletesen rávilágítottak arra a területre, amikor fogalmunk se volt. Pletykák, részinformációk, résztörténetek voltak, de ez a könyv a helyére tette az amerikai szakaszt. Még lenne egy német szakasz, ugye a 45-től 53-ig tartó időszak, amiről főjegyzések vannak ugyan, de úgy közvetlen információk nincsenek, és itt is például a koronázó palástot nem méltatlan, de nagyon rossz helyen őrizték, Freibergbe azt hiszem, egy mosókonyhába, vagy valamilyen vizes helységbe, és egyre romlott az állapota, és az egyik amerikai őr, parancsnok írt egy feljegyzést, hogy ez így nem lesz jó, és valamit kell tenni a Szent Koronával. Ebbe a bizonyos amerikai kalandos könyvbe le van írva mindenkinek a neve, most nem térnék ki rá, aki bevonultatták ugyan katonának, magasrangú katona volt, de textil technikus volt, és ő oldotta meg a problémát, és ő csinált egy fém tárlót, amit a híradó felvételeken látnak, ahogy hazahozzák a Szent Koronát és viszik. Ezt a fém tárlót ő készítette magánszorgalomból, ő hajtotta ki a kongresszusból a pénzt, hogy helyrehozhatatlan kár ne, és őt nevezhetjük külön egyébként a Szent Korona koronázási palástjának megmentőjének. Ezzel együtt az elnök áttekintést adott a magyar Szent Korona történetéből, valamint a koronaőrök szerepéről. Mert hogy ez utóbbi története is a Szent Korona kapcsán hol megszűnt, hol újjáélet. Igyekeztünk természetesen az erőnkhöz képest egy kis áttekintést adni a koronaőrség életéről, létezéséről,
Egy hiányosságunk van, hogy a Honvéd Koronaőrségről nem hoztunk most kifejezetten anyagot, de ez most nem is volt így kérdés. Minden esetre azok a tárgyak, amik itt szerepelnek, azok magánszemélyektől kerültek vissza. És nagyon szépen kérem, aki ezt hallja, látja, minden pici-pici emlékre, ugye nem messze Tolcsván született bunda, József koronaőr például. Tehát minden pici kis puzzle darabra, kis mozaik darabra szükségünk van, mert egy-egy ilyen kis mozaik, amikor visszakerül a helyére, megvilágosodik egy egész történet. Soha nem fogtunk a kezünkbe eredeti vibárpengét, ami ugye itt van. Kiderült, hogy az az után gyártott, amit most használunk díszelgésre, többszörös a súlya, mint egy eredetinek. Miért is van? Akkor technológiát végig kell gondolni. Akkor egy pár ruhadarab visszakerült hozzánk. A tollforgók, címerek más technológiával készültek. Amikor jött egy eredeti címer végre, akkor mi is váltottunk gyorsan. Hát egy hagyományőrző föveg majdnem egy kiló volt, hát össze lehetett csúszni alatt, amire rájöttünk, hogy hát ezt másképp is lehet. Például itt van a kócsaktól, ami ugye az egyik legszebb ékessége a koronaőrnek, a 64 szából kéne állnia, vagy 63 szából, ugye a vármegyék száma szerint, mert ő az országos koronaőr, meg a koronaőr az ország arca volt. Ők ugyan díszkatonának tűnnek ezekbe a díszruhákba, de ők őrizték az ország legfontosabb tárgyát. Úgy mondják, az ország leltár első számú tárgya, Szent Korona, kettes, nem is tudják, az országház. Tehát így van az ország leltárban is. Tehát ők erre vigyáztak. Például a Kócsak tollaknak java részét Bécsből kaptuk az operából. Mert az a bizonyos rossz hírű négy mancsfő jelentette őket, hogy állati tollakkal ékeskednek ott a leáró opera. Hála Isten, mi erre az egyre azt tudjuk mondani, hogy hála Istennek, mert ők gyorsan megszabadultak a tollaktól, és egy nagyon ügyes magyar honfitársunk segítségével került mi hozzánk, és itt is kérek szépen mindenkit, ha van Kócsak tolla, akkor küldjék, mert szétosztottuk, látszik is, de hát azt a gyönyörű pamacs, aminek ott kéne lenni, azt nem tudtuk még produkálni. Tehát a koronaőrség életében, azokba a fontos eseményekbe, amiket ki tudtunk emelni, azokba szeretnénk a látogatókat egy kicsit belelátni, hogy lássák, hogy ez a több mint 450 éves szervezet mivel foglalkozott, nem volt annak idején publikus, és most is egyébként, aki itt szolgálhat, akár a hagyományőrzőknél, akár a Honvéd Koronaőrségnél, azok mind kiváló, nagyon jó emberek, akik elkötelezettek a Szent Korona és a nemzet iránt. A Szent Korona másolatát Vasárospataki Bazilika Minorban tekinthették meg az érdeklődők. Nem először jelentkezik szülővárosában kiállítással Szarka János. Civilként a büntetés végrehajtásban dolgozott, nyugdíjasként fordult újra a szeretett hobbija felé, és az elmúlt években többször mutatta meg, hogyan látja a világot fényképezőgépet lencséjén keresztül. Az elmúlt években a hazai és nemzetközi fotós diplomákat is megszerezte, ma már maga is zsűri taga a fotoművészi minősítők csapatában. Emberek című kiállítása a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban tekinthető meg. Képei azt a témát ölelik fel, amit a legjobban szeret. Portréfotókat, sportolókat, fesztiválon szereplő művészeket láthatunk a minigalériában. Nem először láthatja Szarka János képeit az újhelyi közönség. Utoljára 2015-ben volt kiállítása a Zemplén galériában, de láthatta már fotóit a könyvtárolvasó közönsége is. Nekik hozta el újraalkotásait a ma már Miskolcon élő, de Sátoraljaújhelyre gyakran látogató fotóművész. Korábban hobbiból kapta lencse végre a szép dolgokat Szarka János, ma is ezért teszi. Igaz, közben a magyar és nemzetközi fotós diplomákat is megszerezte. Szarka János szívesen vesz részt fesztiválokon, sporteseményeken, ahol nem csak szórakozik, de mindig bele van a fényképezőgépe is. Ezért most kiállított anyagának címe Emberek. Gondolkodtam, hogy milyen kiállítást csináljak az éven, mert hogy azért a fesztiválokon és az egyéb ilyen rendezvényeken azért, így ahogy mondod, sokszor találkoztunk és sok-sok fotót készítettem. Most úgy gondoltam, hogy valami olyan különlegeset kellene csinálni,
amelyik nem csak egy témáról szól, hanem így átöleli tulajdonképpen a fotózásnak több területét is. Ezért aztán úgy gondoltam, hogy azt a címet adom neki, hogy emberek. És ebbe a címbe belefér úgy gondolom, hogy minden olyan tevékenység, ami tulajdonképpen az emberekről szól, tehát a sportfotózás is, belefér a koncertfotózás is, a tánc is, a munka, a munkával kapcsolatos fotók is, úgyhogy ezért válogattam így a témámat, hogy egy picit ilyen tágabb értelembe vegyük, és ugye, hogy az emberek az nem csak maga a portréról szól, hanem ugyanúgy részt vesznek nyilvánvaló minden napi életünkbe, és így a sportba is, és nekem nagyon kedvenc területem a sportfotózás, és ezért úgy gondoltam, hogy nem csak arról, hanem emberek címén így egy átölelve ezeket a témákat egy ilyen tágabb értelembe vett kiállítást rendeznék most. Amióta az FIAP és FIAP zsűrizésen már túl vagy, és sőt magad is zsűrizel, másképp fotózol? Hát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy nem másképp fotózom, mert nem igaz, mert a tapasztalatokat megszerzi az ember így a pályázatok folyamán, hiszen egyrészt nagyon sok tapasztalatot abból lehet szerezni, amilyen fotókat a többiek készítenek. Ezt onnan tudja lemérni az ember, hogy amikor az eredményeket kihirdetik, és ha esetleg olyan helyezéseket ér el az ember, akkor meg tudom nézni a többiek, milyen fotókat készítek, és mik azok a trendek, a mai trendek a fotózásban, amik előre viszik az embert az idők folyamán, és mik azok, amik inkább arra valók, hogy még jobb eredményeket érjünk el. Úgyhogy mindenféleképpen mondhatjuk azt is, hogy másképpen fotózom, mert tudatosabban egyrészt. Másrészt pedig nekem is már összeszedtem én magam is annyi tapasztalatot, hogy tudjam, hogy mik azok a jó helyzetek, amikor érdemes fotókat készíteni. Hasznos ezeket a pályázatokat, pontosan ezért ezeken a pályázatokon részt venni, mert ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Mik a trendek? Te tudsz velük azonosulni a mai fotótrendekkel? Hát nagyon érdekes dolog, tudnélik, amikor én elkezdtem a fotózás, az fekete-fehér formába ment, még filmes korszak volt, ez nagyon az elején volt, és saját magunk hívtuk elő a filmeket fürdőszobába, akkor se anyu, se apu nem tudott bejönni egy jó ideig, 2-3 óra hosszáig, úgyhogy ebből voltak nem is zűrök, de hát ilyen morgások mindenféleképpen. De most már annyira átment digitális formába ez az egész világ. Itt nem csak a digitális telefonokkal lehet most már jó minőségű képeket készíteni, hanem maga olyan trendek alakultak ki, mint például a Photoshop, tehát a képekbe való beavatkozás. Ez valahol egy picikét jó, van, ahol viszont nem annyira tartom hát tisztességes dolognak, mert hiszen akkor már manipuláljuk a képeket. De tulajdonképpen ahhoz, hogy a képek olyan eredményeket érjenek el, hogy helyezések legyenek, vagy egy ilyen FIA pályázatokon nyertes képek szülessenek, bizony bele kell most már nyúlni. Tehát tudni kell haladni a korral, tudni kell a Photoshopokat kezelni, a számítógépeket tudni kell kezelni, és ezáltal nyilvánvalóan jobb képek fognak születni, olyan értelemben, hogy belevihetjük a saját magunk gondolatvilágát is a képekbe, megváltoztathatjuk a képeket, kiszedhetünk belőle olyan dolgokat, amit esetleg egy belógó ág, vagy valami egy ilyen természetfotónál például, és akkor ebből sokkal jobb eredmény születik nyilvánvalóan. De hát sokszor ezeken a pályázatokon nyilván a fotós szemét, azt, hogy milyen képet készít, azt is díjazzák, de sokszor azt is, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ott abban a pillanatban ő ott volt. Ott volt abban a pillanatban, amikor egy bálna feldugta a fejét a tengeren, vagy ott volt abban a pillanatban, amikor, ha már a sportot említetted, benyúlt a célban az úszó. Neked melyik az erősebb? Tehát, hogy a szép képet elkészíteni, amit százszor el lehet, de téd a legszebb, vagy ott lenni abban a pillanatban? Nekem a legfontosabb, hogy ott legyek abban a pillanatban. Nem kell annak szép képnek lenni, idézőjelbe azt, hogy szép képnek. Természetesen megvannak a fotózásnak az alapjai, amit szabályai, amit azért illőbe tartani. Tehát a vágásoknál hova kerüljön az ember, a különböző háttér milyen formában legyen megvilágítva, vagy hogy legyen elkészítve, ezek fontos dolgok. De azt a pillanatot elkapni mondjuk például egy sportfotózásnál, amikor egy célba érkezik a triatlon, nagyon szeretek triatlon versenyekre járni, Tiszaújvárosba, és ott olyan
élmények között lehet fotózni, hogy valami fantasztikus. Egyrészt közel lehet menni a témához, másrészt pedig azt a pillanatot tényleg elkapni, amikor az a küzdés benne van, az a szellem, és már a célba vannak a szinte már a célba vannak a versenyzők, és azt az arckifejezést, ami akkor az arcukon van, azt elkapni, az egy csodálatos dolog, mert ez adja a képnek a lényegét. Egyébként a többi fotónál is, tehát említettek itt bármit, nem csak a sportfotónál van ez így, így van a koncertfotónál is. Hogyha látod, hogy valami nagyon szép, és nagyon jól érzed magad egy koncerten, akkor azt kell gyorsan megkérdezni magunktól, hogy miért érzem most jól magam. Hát azért, mert az a zenész, aki például zenél, az annyira átérzi a zenés, és olyan mozdulatokat tesz, ami szinte arra ösztönöz, hogy vagy táncra perdüljön az ember, vagy pedig boldogan érezze magát, és ezt, ha egy képen vissza lehet adni, és megpróbálja az ember az ilyen képeket elkészíteni, akkor igazi a kép, akkor csodálatos. Én ezeket szeretem. A kiállításon fesztiválok, nyaralások, kirándulások képeit láthatják az érdeklődők, fiatalokat, időseket, embereket, akik valamiért érdekesek voltak a fotós számára. Kötődnek új helyhez, nagyon sok kép kötődik, mert hogy a nemzetközi néptáncfesztiválokon azokat nagyon szeretem, pontosan emiatt, hogy egy nagyon színes forgatag. Ráadásul olyan meghívott kedves művészek vannak, akikkel nem minden nap találkozik az ember. Itt gondolhatunk különböző országoknak a nemzeteire, úgy vannak felöltözve, a nemzeti ruhájukban vannak felöltözve, és ugye beleadnak ők mindent, amit kell. Tehát sátorújhez nagyon-nagyon sok kép, fotó tartozik ebből a szempontból. Hát, hogy melyik a legrégbi képem, azért nekem van egy olyan képem, ami egy blues fesztiválon készült, az úgy gondolom, hogy Sárospatakon talán a mini együttesből vettem föl egy pár képet, és az nagyon sok helyen pályázatokra is beadtam, és mindenhol sikeres volt. Ez az egyik egy ilyen kedvenc képem, az is a neve, hogy Blues, és ez a Török Ádámnak egy ilyen portréfotója. De nagyon sok egyéb van, meg mindig újabbak és újabbak jönnek. Akkor is szívesen nálam van a fotó, amikor elmegyünk nyaralni, és ugyan nem teljes felszereléssel, de úgy viszem magamba, és ott is nagyon-nagyon sok képet. Törökországban készítettem ilyen portréképeket, nagyon jellegzeteseket, vagy például Erdélyben nagyon jó képeket lehetett készíteni, két idősebb pár, az is egy kedvenc képem, és talán most is itt lesz, igen, itt lesz a kiállításon. És ezek egy padon ülnek kint, és fogják egymás kezét, és az a pillanat, ahogy ők ott ülnek, és ahogy azt ott érezni, azt, hogy ők ott mennyire jól érzik magukat, szóval ez sikerült úgy megörökíteni szerintem, hogy ez visszaadja azt a érzést, amit én láttam ott abban a pillanatban. A pályázatokat említetted, hogy korábban te indultál a FIAP pályázatokon, most pedig már zsűrizzel, de ezen kívül mi az, amire büszke vagy? Hát tulajdonképpen arra, hogy azt az utat, amit bejártam, az nekem nagyon jól sikerült. Ugye ezt a lökéseket, ezeket a mozgásokat, ezt köszönhetem annak a fotóklubnak is, ahol kezdtem ezt, a Miskolci Fotóklub Egyesületnek, valamint a Diósgyőri Fotóművészeti Körnek, ahol most is tagja vagyok, mind a kettőnek egyébként a tagja vagyok, de az egyiket azért szeretem, mert egy fiatalos, lendületes csoport van ott, a másikat pedig azért szeretem, mert nagyon sok olyan fotóművész van ott, akik már egymáson segítenek, ha szabad ezt mondani, és komolyabb témával is tudunk foglalkozni. Én azt mondom, hogy érdemes fotózni, érdemes elkezdeni, és érdemes elkezdeni pályázatokon is részt venni, mert nagyon sokat lehet tanulni rajta. A kiállítás szeptember 22-ig tekinthető meg a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. Kedves nézőink, mára ennyi volt a Mecénás című kulturális magazinunk. Egy hét múlva ismételten számítok a figyelmükre. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!